Gulyás Attila és Nagy Gergely adott koncertet a gitáros esték előadás sorozat keretein belül. A játékstílus lényege, hogy a gitáros mindaz 5 pengető ujját használva, egyetlen hangszeren játszva célozza meg egy teljes zenekar hangzásának megszólaltatását. A koncerten mind a két zenész külön-külön adott elő saját szerzeményeikből és más dalok feldolgozásaiból. Gulyás Attila és Nagy Gergely adott koncertet a gitáros esték előadás sorozat keretein belül. Az előadók az úgynevezett újjal pengetett 10 ujjas gitárstílus művelői. A játékstílus lényege, hogy a gitáros mindaz 5 pengető ujját használva egyetlen hangszeren célozza meg egy teljes zenekar hangzásának a megszólaltatását, így játssza a fő dallamot, a basszus kíséretet és az akkord kíséretet, sőt, olykor még a gitáron való dobolást is beveti. Leghíresebb képviselője Tomi Emanuel, aki nemrég lépett fel a művészetek palotájában. A dalok főként saját szerzemények, de mások dalait vagy ismert szerzemények átiratait egyaránt szólóban, instrumentálisan, ének nélkül adják elő akusztikus gitáron. A darabok meglehetősen nehezen játszhatóak, technikásak, a hallgatók számára mégis könnyedek, befogadhatóak, érthetőek, hiszen a dallamvilág ismert a blues, a folk, a rock, vagy olykor a klasszikus zene, jazz és a funk elemeivel alkalmazva. Néhány hónappal ezelőtt kezdtünk el nem csak Gulyás Attilával ketten, hanem még két gitáros barátunkkal koncerteket szervezni, és hát tulajdonképpen minden követ megmozgattunk így Budapest, Székesfehérvár és Veszprém tengelyen elsősorban, hiszen a többiek Pesten és Pest környékén élnek, én pedig Veszprémben, és ezért ez először ezeken az településeken próbáltunk meg koncerteket szervezni. Az összeállás vagy az együttműködés lényege pedig az, hogy nagyon szeretjük az akusztikus gitárt, az akusztikus gitár hangját, meg ezt a technikát, amivel ezeken a hangszerekkel játszunk. A koncert céljáról, lényegéről így nyilatkozott az előadó. Igazából az a cél, hogy a közönségnek egy kis látképet adjunk arról, hogy ez egész miről is szól. Nagyon különleges zenei irányzatról van szó, ami kis hazánkban sajnos még nem nagyon elterjedt. Ugye nem lehetett nélkül azt, hogy részben ezért is csinálják ezt az egészet, mert azt tapasztaltuk, hogy ilyen jellegű zenét, illetve akár a kis lélekszámú közönség szórakoztatására is alkalmas produkciókat igencsak ritkán látni. A legközelebbi fellépés még szervezés alatt áll, de a zenekar másik két tagja előreláthatólag április 24-én fog koncertet adni a Pannon Egyetemen.